Eddig nem alakult jól az idei esztendő Helebrant Máté számára. A kétszeres olimpikon gyalogló felkészülési sérülések hátráltatják, ebben az évben még nem tudott folyamatos munkát végezni Pokrovenszky József tanítványa. A nyíregyházi atléta márciusban Tatán edzőtáborozott 3 héten keresztül, majd hazai környezetben készült, aztán 3 hétre ismét a Dunántúlra tette át a székhelyét. Sajnos az eddigi éveimet is sérülések hátráltatták. Ezt az évet viszont főként már nem is tudom, hogy hanyadik sérülésen járok szeptember óta. Kezdődött egy térsérüléssel, utána jött egy 4 hetes Achilles sérülés, utána volt egy-két betegség, és ezen a héten meg egy ilyen mellkasi szúró fájdalom nehezíti az edzéseimet. Az előző 3 hetes tatai edzőtábor az nagyon jól sikerült, ott szerencsére problémamentesen tudtunk edzeni. Ez a hét sajnos egy ilyen kicsit ilyen nehezebb hét, mivel pár edzést ki kellett hagyni. Mivel a versenyek kimaradtak, a monoton edzések is nehezebben mennek, ráadásul a gyalogló azt sem tudja lemérni, hogy milyen formában van. Az utolsó versenyem a szeptember közepén volt Székesfehérváron, és ilyenkor már túl vagyunk 2 versenyen is, egy fedett pályás országos bajnokságon, illetve a Dudincei 50 km-es bajnokságon. Sajnos idén ez a sérülések miatt mind a kettő kimaradt, és így csak az április 30-ai Békéscsabai országos bajnokságon fogok elindulni, ami hát nem lesz olyan jó, mert így kezdem a szezont, hogy rögtön egy országos bajnokság, egy fontos verseny, úgyhogy előtte több mint fél évig nem versenyzek. Hát nehéz lesz, de meg kell küzdeni ezzel is. A kimaradt kilométerek, amik nem kevesek, több mint 5-600 kilométerről van szó, azért fog érződni a verseny közben, főleg a verseny vége fele, akkor fog kijönni az állóképesség hiánya, de remélem, hogy a több éves rutinom ezt valamelyes majd kárpótolni fogja. Máté számára az év főversenye az augusztusi világbajnokság lesz, amelyre a 20 és az 50 kilométeres távon is megvan a szintideje a gyaloglónak, aki felkészültségétől függően dönt majd arról, hogy melyik távon áll rajthoz Londonban.